Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás augusztus 14-éig. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, itt az első sorban, és eltekintesz a képek felől. Az azt jelenti, hogy számodra most minden olyan sok, a legszívesebben elrohannál az eseményektől. Ha egy férfi vagy, akkor téged ez a lovas férfi szimbolizál. Itt vannak az utak előtted, az azt jelenti, hogy te fontos döntéseket fogsz hozni. Ez a könyv a fejed fölött utalhat tudásra, továbbképzésre, de a zárkózottságra is, hogy nem beszélsz a terveidről. Ti mindketten még ebben a toronyban érzitek magatokat. A férfi is egy vonalban van ezzel a kártyával, és ez a nő is. Ez azt jelenti, hogy fogva érzitek magatokat egy bizonyos helyzetben, vagy vannak félelmek, bizonytalanságok, és át kell tenned magadat ezeken a negatív érzelmeken. Ha így van, akkor ez a fa segít abban, hogy megtaláld a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. És pontosan ezek lesznek itt a változások, amire a gólyák utalnak, és itt az utak jelentik a döntéseket is. Mivel a fa utalhat egészségügyi témákra, és ez a torony egy nagyobb épületre, ez lehet kórház is, hogy valaki beteg a környezetben, a családban, és kórházba kerül, vagy kórházban van, de itt lesznek változások. A kórház az lehet a munkahely is. És akkor itt a levél jelent bizonyos szerződéseket. Ha egy hölgy vagy, akkor itt ezek a kártyák utalnak a gondolataidra. Itt vannak anyai érzelmek, itt van ez a gyermek, ez családdal áll összefüggésben. De a gyermek jelenthet egy új kezdetet is, és az új kezdet utal a munkára, hiszen ez a horgony jelképezi a munkát, a hivatást. De egy új kezdet lesz a szerelmi élet területén is, és a hold jelenti akkor az álmokat, a vágyakat, a mély érzelmeket, és a csillagkép jelenti a szerencsét, itt van a kapcsolat kettőtök között, vagy ez a gyűrű jelentheti azt is, hogy valaki visszatér az életedbe. Itt lehetnek külföldi kapcsolatok, de ez a hajó nem csak külföldet jelent, hanem egy belső utat, egy lelki kapcsolatot, és azon kívül szimbolizálja a reményt, hogy itt lesz egy hír, lesz mozgás. Lesznek munkahelyi változások, egy új kezdet, itt vannak barátságok, megvan a szerencse a munkát illetően, és megvan a szerencse az anyagiakat illetően is, ez lehet egy nyeremény. Itt a hölgy mellett megjelenik a napsugár, ez utal a te kisugárzásodra, a virág, a szépségedre, de mivel te hátat fordítasz ennek, az azt jelenti, te nem vagy ennek tudatában. De vedd kezedbe ezt a kulcsot, és légy magabiztos, hogy megvan ez a kisugárzás, a szépség, vagy egy kreatív tevékenység, sikerek, és a gólyák jelentik akkor ezeket a változásokat, és ez a kulcs kinyit számodra egy új lehetőséget. Amit a virágcsokor még jelenthet, egy ajándék, egy kellemes meglepetés. És itt a kutya jelenti a barátokat, ez lehet egy barátnő, vagy jelenti a kutya a hűséget is, és akkor megvan itt egy stabil kapcsolat kettőtök között, hiszen a horgony jelentheti azt is, hogy ő nálad le akar horgonyozni, hiszen itt szerelemről is szó van,
és a nap jelenti a vonzó erőt kettőtök között. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.